Bár a papírforma szerint alakultak a mérkőzés történései, de érezhető volt a házigazda játékának kényszer leállás utáni újrakezdés nehézségei. DVTK Sziget-Szent Miklós 80-64. A kosárlabda élvonalból elhalasztott és hétfőn este pótolt mérkőzésen hozták a kötelezőt a miskolci kedvencek, amihez több jó egyéni teljesítmény adta az alapot. Miután pénteken este megkezdi szereplését a Diósgyőr házigazdaként a Magyar Kupa 8-as döntőjében, így remek felvezetése volt a kupa hétvégének a DVTK arénában hétfőn este játszott bajnoki. De a kihagyás érezhető volt azért a hazaiak teljesítményében, éppen ezért a legjobb kor rukkolt elő extra ponterős játékkal a piros-fehérektől Milica Jovanovic. A montenegrói játékos nagyot játszott a félidőre kialakuló 38-27-es diósgyőri vezetéshez, 19 ponttal járult hozzá. De igazán a harmadik negyedben távolodott el pontokban ellenfelétől a miskolci együttes, ehhez Bernát is átlag feletti produkcióval járult hozzá. A legvégén még egy szép Oláh Fruzsina triplának tapsolhatott a publikum, no meg annak, hogy sikeres volt a visszatérése a csapatnak kényszerű megállását követően, és egy újabb győzelemmel növelte sikeres szériáját a miskolci csapat. A kosárlabda NB1 A-csoportjának 18. fordulójában DVTK Sziget-Szent Miklós 80-64. Ez egy jó felvezető meccs volt így a Magyar Kupa előtt, viszont nem engedhetünk az ellenfélnek ennyi lepattanót, mert most is megvertek minket lepattanóharcban, amit úgy gondolom, hogy nem engedhetünk meg magunknak. A rengeteg gólpassz azt jelenti, hogy szépen osztottuk a labdát és jó csapatjátékot játszottunk, illetve nagyon sokszor adtuk el a labdát, ami mindenképpen javítanunk kell, mert ezekkel meccset lehet nyerni, és veszíteni. Bizonyos szempontból lutri volt ez a mérkőzés, hiszen nagyon hosszú volt az a kényszerszünet, amit betegségek miatt ki kellett hagyni a csapatnak. Kezdte értékelését a hazai szakvezető. Voltak nagyon jó periódusaink, és voltak olyan adott labdáink, amik abszolút nem kikényszerített hibákból eredtek, és a védekezésben is 2-3 nagyon jó perces, nagyon jó szakaszt pillanatok alatt kaptunk 2-3 pontos, tehát ebben rosszul reagáltunk, szerintem fejben lassúak voltunk, és nagyon lassan szőttük a támadásainkat, összességében örülök annak, hogy sikerült nyerni. Hozta tehát a kötelezőt a női kosárlabda élvonal hétfőn este rendezett mérkőzésen a DVTK és 80-64-re legyőzte Sziget-Szent Miklós együttesét. Összességében pedig elmondható így, hogy bajnoki győzelmével sikeres főpróbát tartott a Magyar Kupa 8-as döntő előtt a DVTK.